2017. október 13-án egy fiatal, négy gyermekes anya felhívta a segélyhívó központot azzal, hogy a legidősebb gyermekén kívül már egyikük sincs életben. Egy borzasztó tragédia, de hogy pontosan mi történt, a hívás pillanatában nem derült ki, viszont a nyomozás előre haladtával egyre jobban körvonalazódni látszott egy olyan rémtett, amely elborzasztott mindenkit, aki csak hallott róla. Ha még nem tetted volna, kérlek iratkozz fel a csatornára, amely a sokkolóakták működéséhez járul hozzá, amennyiben pedig megteheted és szeretnéd, Patreon oldalunkon keresztül is segítheted a csatorna működését és fennmaradását, ahol a megjelenő epizódok reklámmentesen elérhetőek. Link a leírásban. Ha pedig szeretnél még ilyen videót látni, ne felejts el feliratkozni, kattints csak is csengőre és lájkold like a videót. Véleményed az esettel kapcsolatban oszd meg komment formájában, vagy közvetlenül velem e-mailben nem sokkal azután, hogy az akkor 24 éves Lamora Williams bejelentette segélyhívón, hogy két kisebbik gyermeke élettelen testét találta a lakásuk konyhájának padlóján, egy másik hívás is befutott a központba. Jamil Penn telefonált, aki azt állította, ő a gyermeke apja. A diszpécsernek elmondta, hogy a gyermekeinek anyja Lamora Williams hívta fel őt, és azt mondta, meghalt a két kisebbik fiúk. Lamora 1983-ban született, és szüleivel, valamint idősebb nővérével, Tabitával élt a Georgia állambeli Atlantában. A család későbbi elmondása szerint Lamorán már egészen kiskorától fogva észlelni lehetett, hogy valami nincs rendben vele, és az idő előre haladtával ez csak még nyilvánvalóbbá vált. Ezen túl pedig élete sem alakult valami fényesen. De mi vezethetett ahhoz a tragédiához, hogy két kiskorú gyermekét elveszítse? A mentők és a tűzoltók a rendőrséggel együtt mentek a helyszínre, és amivel szembesültek, az valamennyiük szívét összeszorította. Az egyéves Jekarté és a kétéves éves Kienté élettelenül feküdt a konyha padlóján, de az, hogy baleset vagy gondatlanságból elkövetett emberölés történte, vagy valami sokkal szörnyűbb, még nem tudták biztosra. A nyomozók elkezdtek kihallgatni mindenkit, aki a közelben tartózkodott. Kezdték természetesen az anyával, Közben megérkezett az apa is, aki újra elmondta, hogy gyermekei anyja értesítette őt a történtekről. Beszámolt arról, hogy a hanghívás befejeztével Lamora videóhívást indított, és megmutatta neki, két gyermeke hogyan fekszik a padlón, látszólag élettelenül. És ez sajnos nem csak a látszat volt, valóban így volt. Ekkor a két gyermek már biztosan nem volt életben a két gyermeket a patológiára szállították, ahol orvosszakértők vizsgálták meg mindkét testet. Mindkét gyermek esetében hűhatás okozta sérülések voltak láthatóak, amelyeket valószínűsíthetőleg hosszú időn át tartó, száraz melegnek való kitettség okozott. A halál azonban nem tudta megállapítani az előzetes vizsgálatok során az orvos, de a kivérzést és egyéb traumákat kizárta. A nyomozók eközben folytatták a kihallgatásokat, és sorra kerültek a családtagok, a barátok, valamint a szomszédok is. És minél több információ került a birtokukba, annál nyugtalanítóbbá vált az egész ügy. A segélyhívás során lámúra azt adta elő, hogy nem volt otthon. Hazaérkezve pillantotta meg, mi történt gyermekeivel, és ekkor tárcsázta a segélyhívót. Viszont ahelyett, hogy minél részletesebb információkat adott volna arról, hogy mi történt, inkább arról próbálta meggyőzni a diszpécsert, hogy nem ő tehet róla, hisz otthon sem volt, és érdeklődött a felül, hogy felelősségre fogják-e vonni a gyermekei halála miatt. Ez pedig anélkül, hogy ítélkeznék, hiszen mindenki máshogyan reagál egy ilyen szörnyű helyzetben, elég furcsa. Egy anyának biztosan nem az az első gondolata, hogy már a segélyhívás során védekezzen, ha szeretett gyermekeinek élettelen testét felfedezi a konyha padlóján. Állítólag Lamóra munka miatt nem volt otthon, de gyermekeit állítása szerint nem hagyta felügyelet nélkül. Azonban a nyomozás során nem találták megalapozottnak ezt az állítást, tehát nagy valószínűséggel a nő mégiscsak egyedül hagyta otthon gyermekeit, és a szomszédok elmondása szerint ez nem volt kirívó eset. Gyakran hagyta magára őket felügyelet nélkül. De az, hogy ez valóban így volt-e, még egyáltalán nem biztos. A szomszédok továbbá azt is elmondták, hogy már napokkal korábban szörnyű szak terjengett a lakás körül, aminek következtében biztosan nem lehetett igaz a történet azon része, hogy röviddel a segélyhívás előtt következett be a tragédia. A segélyhívás felvételei alapján viszont Lamoure azt állította, hogy unoka testvére felügyeletére bízta gyermekeit, de unoka testvére már nem volt ott, mire ő hazaért. De nem csak ezek az információk hatottak furcsának és zavarosnak a nő legközelebbi barátja Nisza vallomásából még több zavarba ejtő dolog derült ki. Ő volt az első, akit aznap Lamore felhívott, és azt mondta neki, nem bírja tovább csinálni ezt az egészet. A barát beszámolt a nyomozóknak arról is, hogy barátnője körülbelül egy hónappal azelőtt felmondott a munkahelyén, mert képtelen volt teljes állásban dolgozni és nevelni a gyermekeit is egy időben. Ekkor a nő megpróbálta kiszedni Lamoréból az igazságot, ugyanis rendkívül aggódott a gyermekekért, erre mondta el, hogy valójában mi történt, hogy három gyermekéből kettő életét veszítette. A barát rögtön arra szólította fel, hogy azonnal hívjon segítséget. Ehelyett viszont a nő a gyermekek apját hívta, amiről korábban már beszámoltam. A harmadik gyermek, aki életben maradt, mindössze három éves volt, és mikor meghallgatták a hatóságok, fény derült a szörnyű igazságra. A kisgyermek elmondta, hogy látta, amint az édesanyja bántotta a testvéreit. 2017. október 14-én szombaton a kora reggeli órákban letartóztatták a 24 éves nőt kiskorú sérelmére elkövetett életellenes bűncselekmények megalapozott gyanújával. Kiderült, hogy a rendőrség kereste az állítólagos unokatestvért, aki a nő elmondása szerint aznap vigyázott a gyermekekre, de nem találtak senkit. Ez és a szomszédok korábbi beszámolója erősítette a gyanút, hogy ez az egész hazugság volt, és ha hozzáveszük a túlélő gyermek beszámolóját, szinte kizárt volt, hogy baleset történt volna. A lakásban található sütőt is lefoglalták, tekintve, hogy az orvos szakértő szerint hosszabb időn át száraz meleg érte a gyermekeket, ami valószínűsíthetően az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket okozott számukra. Mint ahogyan az elején említettem, Lamore szülei és testvére szerint is mentális problémákkal küzdött a fiatal nő. Ezeket az állításokat a gyermeke apja Jamal is megerősítette, aki tudotta arról, hogy már kiskorától kezdve furcsa és bizarr dolgokat művelt választotja. Lamore édesanyja Brenda elmondta, hogy egész életükben küzdöttek vele. Lassan tanult, ki kellett venniük az iskolából és magántanulóként tanítatniuk tovább olyan hátborzongató dolgokat csinált, mint például, hogy kissá vágta le a saját és testvérei babáinak a fejét. Olyan volt, mint egy horrorfilmben, mondta Brenda, majd hozzátette, hogy szinte félt a lányától. De akkor miért nem kért segítséget, merülhet fel a kérdés jogosan. Nos, az igazság az, hogy Brenda elmondása szerint ő többször is kért segítséget, ám nem nagyon kapott amikor mégis történt valami vizsgálat, semmilyen mentális problémát nem állapítottak meg lányánál. Ezért sok mindent nem tudott tenni, azon kívül, hogy a későbbiekben is segítette, amiben csak tudta. Lamora 18 éves korában férjhez ment, és állítólag már abból a kapcsolatból is született egy gyermeke, de az, feltételezem, nem az anyánál került elhelyezésre, mert a források nem említenek sok mindent erről, de még a kapcsolatról sem. Pusztán annyit lehet tudni, hogy a kapcsolat nem működött, és szétváltak útjaik. Gondolom a gyermek pedig az apjához került. Nem sokkal a kapcsolat végét követően Lamure találkozott Jamillel, és azonnal kapcsolatba kezdtek. Három közös gyermekük született. A nő depressziójának jelei kezdetben nem voltak észrevehetőek. Jamil úgy jellemezte magát, mint aki inkább a forró fejű, Lamure pedig a higgadtabb természetű a kapcsolatban. Kapcsolatuk három évén belül Lamure életet adott első közös gyermeküknek, Jamil nevű fiúknak. A pár a nő szüleihez költözött gyermekükkel együtt, és próbáltak félretenni egy közös otthonra, hogy majd abban folytassák életüket családként. De hamarosan tragédia történt. 2014. április 20-án Jamil fedezte fel Lamure édesapjának holttestét. A férfi szívrohamban veszítette életét, és ez igen megviselte a nőt, mert igen közel álltak egymáshoz. Mindig is az apja volt a számára, akire támaszkodhatott. Talán ez volt az a pont, ami elindított valami olyan előre nem teljesen látható folyamatot, ami végül ahhoz vezetett, hogy olyan szörnyű vigyen véghez, mint amit korábban ismertettem. Az édesapjának elvesztése után a család szerint is drasztikusan megváltozott a nő viselkedése, depressziós lett de ezt követően megszületett a másik két gyermek is, viszont ez nem oldotta meg a problémákat, ami nem is meglepő. A nő depressziója még inkább súlyosbodott ezek után. Végül is különköltözött a pár gyermekeikkel együtt egy óklendi lakásba. Egy ideig úgy tűnt, hogy a dolgok javulni fognak, azonban semmi sem lett jobb, a kapcsolat mély pontra jutott, és az idősebb Jamil már nem érezte magát jól a kapcsolatban, tekintve, hogy Lamure egyre mélyebbre zuhan depressziójában, ezért véget vetett a kapcsolatuknak, de nem hagyta őket magukra. Rendszeresen látogatta gyermekeit, és anyagilag is gondoskodott róluk. Ezen a ponton Lamure édesanyja, Brenda végleg bepánikolt, és próbálta felhívni a gyermekvédelmi hatóságok figyelmét arra, hogy előbb vagy utóbb, de valami tragédia fog történni, mely a gyermekeket érinti. Brenda könyörgött a hatóságoknak, hogy a lánya gyermekeit inkább bízzák az ő felügyeletére, mert lánya nagyon nincs rendben. De könyörgése süket fülekre talált, csak úgy, mint a számos felsorakoztatott érv is, amivel kérését indokolta. És azt már tudjuk, hogy sajnos Brenda félelmei nem voltak alaptalanok, és a jóslat, miszerint a lánya kárt fog tenni magában, vagy a gyermekeiben, be is következett. De Lamoure vajon igazat mondotta -e azzal kapcsolatosan, hogy baleset történhetett, mert ő nem volt otthon? Vagy csak kitalálta az egészet, és valójában ő volt az elkövető? Ezt biztosan nem tudtuk meg, de a rendőrség úgy vélte, hogy a segélyhívás is csak felősztori volt, és talán a depressziójából is kilátástalannak tűnő helyzetéből adódó frusztrációit vezette le gyermekein, mely végül a két gyermek életét követelte meg. Akárhogyan is történt, a döntés az esküccég kezébe került. A további boncolás során sem sikerült megállapítani a halál pontos okát, de a szomszédok beszámolói szerint a gyermekek halála már napokkal korábban bekövetkezhetett. Az, hogy a Lamúra segítség hívása helyett több személlyel is beszélt a bejelentést megelőzően, szintén azt az elméletet erősítheti, hogy csupán felősztorit akart kreálni. Auckland városának lakossága kiállt a túlélő gyermek mellett, és a két elhunyt részére is biztosították a végtisztességet. Billy Watkins temetkezési vállalkozót meghatotta a tragédia súlya, és úgy érezte, hogy mindkét fiúnak meg kell kapnia a megérdemelt búcsút. Ezért adományozott egy parcellát a Southview temetőben. A kisfiúkat 2017. október 21-én szombaton helyezték örök nyugalomra, egy héttel tragikus haláluk után a temetési szertartásra a West Hunter Street baptista templomban került sor, és a közösség számos tagja részt vett rajta, akik eljöttek, hogy kifejezzék támogatásukat. Watkins továbbra is Jamil és az életben lévő fia támasza maradt. Tanácsot adott nekik a nehéz időszakra vonatkozóan. Beszélt a kisfiúval is, és megpróbált elmagyarázni neki, hogy mindkét testvére békében van, és megpróbált segíteni neki feldolgozni annak a végzetes napnak a traumatikus eseményeit azt is elmagyarázta az ifjabb Jamilnek, hogy egy dolog biztos, a testvérei a mennyországban vannak. Jamil később telefonon beszélt Lamoréval, akit óvadék ellenében sem helyeztek volna szabad lábra. Jamil szerint még akkor sem mutatott érzelmeket, amikor megkérdezte tőle, miért tett ilyet. A bűntudat hiánya még inkább elkeserítette a férfit. A tárgyalásokon Lamoure továbbra is kitartott a saját verziója mellett, miszerint nem volt otthon a tragédia bekövetkeztekor, de emberölés, gondatlanság, hamis tanúzás és egyéb vádak miatt kellett bíróság elé állnia. Az esküdt szék megalapozottnak találta a vádakat, miszerint Lemúre súlyos depresszióban szenvedett, életét kilátástalannak látta az őt ért tragédiák és rosszul alakuló élete miatt, és azt is, hogy valójában ő volt az, aki addig bántalmazta saját gyermekeit, míg azok már nem bírták tovább elviselni fizikailag sem az őket ért traumákat. Brenda Williams, Lemúre édesanyja azt nyilatkozta, hogy szerinte a lánya egy beteg ember, ha tényleg megtette, amit szerinte tett, Brenda Szilárdan állította, hogy Lamura pusztulás útjára lépett, és hogy az állam kudarca vezetett az unokái halálához, hiszen számtalan alkalommal jelentette a hatóságok felé, hogy a gyermekek nincsenek biztonságban édesanyjuk mellett, mégsem segített nekik senki. Brenda elmondta, hogy neki magának is terápiára van szüksége, miután ilyen megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie. Amikor megkérdezték, hogy Lamure képes volt-e ilyen bűncselekményekre a gyermekei ellen, Lamure idősebb testvére, Tabita egyetértett vele, hogy igen, ez valószínű. Szinte felfoghatatlan, hogy akár szándékosan, akár gondatlanságból hogyan képes valaki ilyen módon ártani egy másik embernek, és főleg saját gyermekeinek. Lemóre tettére egy pillanatig sem akarok enyhítő körülményt keresni, mert nincs. De édesanyjával, Brendával egyetértek abban, hogy mindenki cserben hagyta őket. Ha időben közbeléptek volna a hatóságok, akiknek ez lett volna a feladata, nem kellett volna két ártatlan léleknek idő előtt, még mielőtt egyáltalán elkezdték volna az életüket, örökre távoznia.